Kit-Kit bemutatóval vette kezdetét a Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfi 8 rendezvénye, ahol a sport és az egészséges életmód került a középpontba. A hagyományokhoz híven délután 4-kor kezdődtek a jobbnál jobb programok, és aki bírta, 8 órán keresztül egészen éjfélig válogathatott közülük. Egyrészt szerencsére találtunk olyan sporttal foglalkozó személyeket, szervezeteket, akiket meg tudtunk hívni egy kis bemutatkozásra. Másrészt pedig a legnépszerűbbek mindig természetesen a csapatjátékok, a labdarúgástól a kosárlabdán keresztül, és ez mindenféle korosztálynak, egészen a szülők egymás elleni küzdelmétől. Úgyhogy nagyon változatos a kínálatunk, a vívás, a tekból asztalt felállítottuk, asztalitenész, csocsó, de a társasjáték, hogy egy kicsit szabadabban értelmezzük, akár az Xbox, úgyhogy nagyon változatos programmal várjuk a gyerekeket. Egy szomorú történet hívta ezt életre igazándiból, hiszen Kis János kollégánk fájdalmasan korán, nagyon fiatalon távozott közülünk. Ő nagyon elkötelezett volt a sport iránt, az iskola egész élete iránt, hiszen testnevelőként, igazgatóhelyettesként nagyon odaadóan végezte a munkáját, és hogy az ő emlékét ne szomorúan emlékezzünk erre kizárólag az ő jelenlétére, hanem azt csináljuk, amit ő nagyon szeretett, mozogjunk minél szélesebb körben. A gyerekek már tanévkezdés óta nagyon várják a közösség összekovácsoló programot, de nem csak a diákok, hanem a szülők, nagyszülők és az öreg diákok is szívesen csatlakoznak a rendezvényhez. Az est folyamán táplálkozási tanácsadás, aerobik, hip-hop és néptánc is helyet kapott a kínálatban. A büfé mindenféle finomsággal várta a sportban megfáradtakat. A büfé kínálatát azt itt szeretném megköszönni elsősorban az iskolai diák önkormányzatnak, de nagyon nagy felajánlásokat kaptunk szülőktől, nagy mennyiségű gyümölcsöt, mindenféle finomságot a nutellától a lekváron, a zsíron keresztül, rengeteg felajánlást kaptunk az apró sütemények, tehát hatalmas készletek, akár egy sport hetet meg tudunk tölteni. A Magyar Vöröskereszt bázisiskolájaként Seb imitátor is érkezett az iskolába, mely rendkívül népszerű a gyerekek körében. Emellett testzsírt, vércukrot és vérnyomást is mértek. A kidobó tűzharc megalapozta a hangulatot, majd mindenki válogathatott a programok közül egészen éjfélig.